Így van, minden vendég kedves, de én most különösen kedves vendéget mutatok be, Kis Károly urat, a Cseplautójár négyes számú gyár korábbi gyárvezetőjét, és ha ennyi szubjektumot vagy szubjektív dolgot megengedi a tévéműsorvezető etikett, nekem 1975-től 81-ig Karcsi bácsi, ha nem is közvetlenül, de főnököm volt, hiszen én is a Cseplautóban dolgoztam, és nagyon örülök, hogy Karcsi bácsi ide eljött most élő műsorunkba. Én szeretnék órákig Karcsi bácsival beszélni, de sajnos erre nincs. Aki esetleg netántán kevesen vagy a fiatalabbak nem ismerik, mit kell tudni önről? Hát azt, hogy Vésztőn születtem, a munkásságom 37 évét Körösladányba, illetve egy évét ennek elődjénél a Vésztői gépállomáson töltöttem el. Vésztőről jöttem át a ottani gépállomásról, itt folytattam. Végül tekintettel arra, hogy megszűnt a gyárunk itt Ladányban, az utolsó 10 évemet azt Szeghalmon kellett ledolgoznom. Így egy munkahelyen, pontosabban összesen két munkahelyen, mert egyetemi tanulmányom abba hagyása után egy évet egy pesti központú vidéki cégnél dolgoztam, és utána igazoltam át Vésztőre, és onnantól kezdve folyamatosan Vésztőn, illetve itt fejtettem ki tevékenységemet. Karcsi bácsi, hány éve dolgozott a Cseplautóban? Tehát mind Cseplautóban? Cseplautóban 27 éve dolgoztam. Mindig meg akartam kérdezni Karcsi bácsitól, hogy hogyan élte meg, hogy 27 évig dolgozott első vagy második számú vezetőként egy gyárba, amelyik aztán megszűnt. Hogyan lehet ezt átélni vagy megélni? Az életem az egyik, vagy talán a legkegyetlenebb pillanata volt, amikor a munkatársaimat össze kellett hívnom egy munkagyűlésre, és ott be kellett jelentenem, hogy eddig és nincs tovább. Ugye megelőzte ezt a hírt, már hónapokkal ezelőtt ilyen-olyan mendemonda, meg pletyka, meg féligazságok, de valójában nem akartuk, vagy nem tudtuk elképzelni, hogy egy ilyen kollektíva, aki ilyen összetett termékgyártására, mint egy autóbusz alváz képes, hogy ez megszűnhet, egyik napról a másikról megszűnhet. Sajnos csalódnunk kellett, mert végül ezt éltük meg. Kacsi, fölött adott egy generáció, akik nem tudták, hogy a Cseplautó mit gyártott, illetve annak jogelődje, hiszen volt gépállomás, volt a mezőgép, volt az Ikarusz, azt követően a Cseplautó. Mit kell tudni, hogy milyen termékeket gyártottak az adta 27 év alatt? Tehát milyen feladatokat végezte? Hát kezdetben, amikor a gyakorlatilag a termelőszövetkezetek kihúzták a lábunk alól a talajt, mert megvették a gépjeinket. Először mi használt gépjeinkkel kezdtek el önállóan, mind önállóban dolgozni, később ők maguk is saját új gépeket szereztük be, így a gépállomások munkanélkül maradtak. Megpróbáltuk és akartuk együtt tartani a kollektívát úgy, hogy a legjobb taktorosainkat, azt a TSZ nyilván elvitte, meg a néhány legjobb szerelőnket szintén elvitte, de ott maradt egy csomó ember, akivel valamit kezdeni kellett. Mindenképpen az akkori vezetőtársaimmal együtt az volt az elhatározásunk, hogy megpróbáljuk együtt tartani a csapatot, és valamilyen munkát kellett szerezni. Ennek érdekében az 1967-től számítható években minden munkát elvállaltunk, amit csak el lehetett végezni. Csináltunk mi 108 férőhelyes tehénistálónak a vasszerkezetét, disznóhízlaldának a vasszerkezetét, de mi csináltuk a komádi tévétoronynak a vasszerkezeti elemeit, vagy csináltunk Szegedre, Csillaghegyre, különböző nagyfesztávú színeket, óriási színeket. Tehát mindent, sőt, a gazdmálunknak csináltunk villamos alkatrészeket. Tehát mindent elvállaltunk, amit csak lehetett, annak érdekében, hogy átmentsük a munkásokat, a
jövőnek, de egyre nehezebb helyzetbe kerültünk, mert a feladatokat rövid határidőre kellett vállalni, részint nagyon kevés idő volt a műszaki előkészítésre, de talán még nagyobb gondot jelentett az, hogy az alapanyag beszerzést követni. Ezért el kellett döntenünk, hogy valakihez olyan megrendelőhez kell fordulnunk, aki be tud segíteni az anyagbeszerzésbe is, és valamilyen szinten állandó jellegű folyamatos munkát tud bizonyítani. Így jutottunk el az Icarushoz, ez 67-68-as években. Az Icarusnál legelőször a Icarus 55-66-os, azt hiszem az idősebb korosztály még emlékszik rá nagyon jól, hogy méltán híres és jól működő gyártmányára volt legnagyobb igény, és ebbe kellett legnagyobb segítség az Icarusnak. Ezek közül is legelőször az Icarustól lepattantak azok a nagyon jó szakemberek, akik igazából értettek a karosszéria gyártáshoz, és nekik így olyan embereket kellett produkálnunk, akik rövid időn belül minőségi szinten meg tudták a karosszéria lakatos munkát tanulni. Hát ez nem ment csökkenő nélkül. Egyszerre 30 főt vittünk fel az Icarusba, akiket jó szaktudású szakemberek irányítottak, akik két hét alatt megállapították, hogy ebből az emberből lehet karosszérilakos, vagy nem. Akikről látszott, hogy ők belőlük nincs érzékük a karosszérilakosos mesterséget, azoknak hazahoztuk, más munkát adtuk. Helyette vittünk újra 15 embert, vagy újra 20 embert. Mondjuk meg, hogy mi volt ez a karosszérilakatosság, ez az Icarus 55-66-osnak a farmotorjának a hátsó kiképzése. Az felölelte az első tető, tehát az szembeforduló a buszal a felső első tetőt, az ablak alatt lévő lemezt, az alsó borító lemezt, a motornak a hátsó borító lemezét, szinte majdnem amelyik karosszéria munkát igényelt, az a busz, annak majdnem minden alkatrészét kellett csinálnunk. És utána az Icarustól át kellett vándorolni? Hát az Icarustól az úgy történt, hogy egyre növekedett az Icarus feladata. Nem tudta egyedül ellátni, ezért összefogott a Csepel-autóval. Olyan munkamegosztás történt, hogy az autóbusz gyártotta az alvázakat, úgy mondtuk szaknyelven, hogy járóképes, kiszerelt fenőkvázakat csinált, ami magyarul azt jelenti, hogy ezek a buszalvázak saját motorukkal, saját erejükből szinte bejáratásképpen, vagy két évig csinálták is ezt a gyakorlatot, hogy bejáratásképpen a Csepel-autógyártól gyalog mentek el saját lábukon a Mátyásföldre, vagy éppen Fehérvárra, ahol aztán a karosszéria elemeket, meg a felső kiszereléseket megkapta. De nekünk is váltani kellett, mert a Icarusok, 66-osok, 55-ösök fölött eljárt az idő. Új termékek jelentek meg, a 200-asok. Ezekre pedig egyetemen jellemző, hogy nem kívánt karosszéria munkát. Így azok az emberek, körülbelül 100 fő, 120 fő, aki ezzel foglalkozott, az munkanélkül maradt. Ekkor döntöttük el, hogy megpróbáljunk beszállni az alvázgyártásba. Kezdetben ez úgy kezdődött, hogy Tatabányán volt valahol egy másik hozzánk hasonló kis cég, aki csinálta az alváznak a hátulját. Mi elvállaltuk az elejét. És akkor ezt a Csepel-autógyárba tették egyé. Ez állandó vitát és konfrontációt eredményezett, úgyhogy elhatároztuk, hogy véget vetünk ennek, elvállaljuk az egész vázgyártását. Így történt meg, hogy hozzánk került
a 200-asok, családjából a 250-es, később a luxus kivitelű busznak számító 256-osnak, a alvázatnak a gyártása. Aztán még később a állami gazdaságok, TSZ-ek részére kifejlesztettek egy IFA motorral működő 211-es típus, ami gyakorlatilag munkásszállításra. Néhány még ma is megy. Hát még találkozunk vele. Kacsa bácsi, ma a világon hány olyan autóbusz közlekedett, és inkább ezt a múlt időbe kell tenni, melynek az alvázát Körösztályban gyártották, vagy összességében körülbelül? Hát a végső számot nem tudom. Ennek van egy története, amit egy dolgozatomban leírtam. Az 1986-as évben a község vezetése, a pártvezetés is, meg a községnek a vezetése elhatározta, hogy minden Ladányban működő cég az a saját termékével vonuljon fel május 1-én. És ekkor voltam rá kényszerülve, hogy számba veszem, hogy mennyi buszalvázat gyártottunk. És akkor jött ki egy olyan kerek szám, hogy akkor nyáron csináltuk meg a 10.000. autóbuszt. Hát utána még, ahogy ismerem a gyártásunk további menetét, még vagy a 2-3-4 ezer autóbusz alvázat gyárthattunk, de az legemlékezetesebb az volt, amikor felvonulhattunk itt a főutcán, feldíszítve orgonavirággal busz alvázat, amit a vontatóval vontattunk, hogy ez a 10.000. Körösladányban gyártott autóbusz vász. Kis úr, nagyon érdemes, amit hallgatni, és Sipos Simi mondta érzelmileg, hogy ugye itt dolgozott az üzemben, mondhatom, az én idősobám is itt dolgozott a Körösztalányi Gyár Egységben, és én egy lezárásként nagyon érdekes ez a téma, és szeretnék még én is sokat kérdezni. Én gyerekként úgy értem meg, amikor mindig a busz megállóba jött, hogy a faros buszra fogunk-e felszállni, vagy már az újabb panorámás buszra. Én azt gondolom, hogy bármit is gyártott. Nagyon-nagyon sok dolgozónak adtak munkát és lehetőséget, és nem csak Körösztalányban, hanem Szekhalomról, mert tudom, hogy reggeli Ikarusz járatok, illetve Csepel autógyár által gyártott buszokkal hozták át fele a dolgozókat, és ami még nekem egy nagyon-nagyon nagy élmény volt, ha jól tudom, a gyárnak volt Vonyarcas, egy üdülője, ahol nyaranta elletje, volt egy felnőtt és egy gyerek üdülő. Én többször megfordultam ott, és mindig nagy örömmel mentünk oda, hiszen a dolgozók is nagyon szerettek oda járni, hiszen az egész éves munkába kaptak egy kéthetes úgynevezett beutalót, nagyon jól fel tudtak frissülni. Hát ez én is nagyon nagy szeretettel gondolok rá, mert 2 évenként, 3 évenként fordultunk meg ebbe az üdülőbe, és elmondhatom azt, hogy részt vettünk annak az építésében, mert az az üdülő úgy készült, hogy a különböző gyárakból, gyáregységekből 2 hétre, 1 hétre ki mennyi időre tudta a munkásait elengedni hétvégeken, és így épült fel ez a üdülő tele, vagy üdülő, és aminek aztán később nagy örömmel vettük használt. Kacsa bácsi, rendkívül érdekes, és nagyon sok kérdést tennék én még föl, meg néha árulja, hogy be is tetszik jönni, és beszélgetünk itt jó ízűeken. Én hallottam, és utána el is olvashattam, hogy ön egy pályázaton vett részt ebben az évben, és országos díjat nyert vele. Mi volt ez a pályázat, és mi volt a díj, és hogyan történik az átadása? Ezt feltétlenül szeretném, hogyha elmesélni. Tavaly, pontosan egy éve, december, karácsony előtt egyik nyugdíjas munkatársamtól kaptam interneten egy ilyen értesítést, amivel leírta a pályázati feltételeket. Elolvastam, félretettem. Aztán eltelt a karácsony, azt akkor elővettem újra. Valahogy úgy gondoltam, hogy tudok vele valamit kezdeni, annál is inkább, mert az én életem gyakorlatilag a gépalavástól az Ikaruszokon, a Csepelotán gyáron keresztül teljesedett ki, és ugyanígy a gyárnak az élete is a velem együtt tulajdonképpen nőtt ki a semmiből, ért egy csúcsot el, és sajnos később bezárt, én pedig nyugdíjba mentem. Ezt a folyamatot próbáltam leírni, és ezt a pályázatot a akkor még Humán Erőforrás Minisztérium
Kocsmának egyik intézete írta ki, és akkor hozzákezdtem karácsony után, február 12-től lezárási határidő, be is fejeztem. Kiderült, hogy olyan sok pályamű érkezett, hogy márciusi határidővel nem tudták mindet értékelni, és a pályázatok egy részét, jelentős részét azt az idősek világnapi alkalmával most ősszel tett értékelve, és hát valójában a zsűrinek a külön díját nyertem el vele. És ennek az átadása Pesten volt? Ennek az átadása a Művészetek Palotájában volt. És a miniszter adta át, hogyha segíthetek a barátainak elmondtam, hogy talán, vagy két hétig nem is mosok kezet, mert volt alkalmam kellett fogni a miniszter úrral és a államtitkár úrral. Letelt a két hét Kacsács is. De legalább ilyen büszkeséggel tölt el, hogy azt a dolgozatot, amit produkáltam, azt a Jókai Anna írónő triumvirátus bírálta el az ő irányításával, és hát ez méltán én nagyon nagy megelégedettségemre. Kacsa bácsi, ezt a dolgozatot mi önengedelmével föltettük az internetre, tehát ha valaki meg akarja keresni, akkor a Vízhordástól a Gyárvezetésig címmel ezt a 20 oldalas dolgozatot elolvashatja. Megmondom őszintén, alig láttam, hogy elolvastam, és egyszerre elolvastam az egészen. Kacsvácsi, még egy dolog, karácsony van, megint lehet vagy pályázattal, vagy pályázat nélkül visszaemlékezéseket. Gondolkodik ezzel, hogy tovább folytatja ezt a... Igen. Főleg télvíz idején, ilyenkor jobban be vagyok szorulva a négy fal közé, és talán jobban is foglalkozok ezzel a gondolattal. Éppen az elmúlt napokban kezdtem bele abba, hogy megírom azt a címet adtam neki, hogy Katonasságai történetei. És ebben megpróbálom a bevonulástól a leszerelésig, amit... Ez hány hónap volt? Ez 26 hónap volt, mert ugye mink is szerencsével két hónapot ráhúztunk akkor, mert már meg nem mondom, hogy a kubai história volt akkor, vagy más egyéb dolgok, de volt rá ok, hogy tovább maradjunk két hónappal. Hát Kacsvácsi, én nagyon sokáig hallgattam még, és remélem, hogy lesz is rá még alkalmunk. Szeretném, hogyha megírnám mindazokat a visszaemlékeléseket, amiket mi az egy icipicivel fiatalabb generáció nem tudunk, nem tudhatunk. Befejező kérdésem, hogy ugye legutóbb volt a Kosárfalunak, és egy kosárfalusok voltunk találkozó, ahol közel 70-en összejöttek, akik régen valamikor a Kosárfalunban voltak. Érdemes lenne eljátszani a gondolattal, és ez a kérdő a végén, hogy azok a csepeutósok, akik még vagyunk, mert azért sajnos igen sűrűn találkozunk a volt kollégáknak a búcsúztatásán, hogy még egyszer összejönni, azokat az emlékeket föleleveníteni, azokat a régi képeket, videófelvételeket megnézni, és egyáltalán tudni egymásról, vagy örülni egymásnak. Hát, jó lenne. Híve vagyok neki. Ha igénylik a segítségemet, akkor esetleg közel is működnék egy ilyen találkozónak a megszervezésébe. Remélem, hogy jövőre sor kerülhet rá. Kacsvácsi, én is szívesen felajánlom a segítségemet, és akkor szerintem ebből csak jó jöhet ki. Köszönöm, Kacsvácsi, itt volt. Még egyszer nem köszönöm. Boldog karácsonyt kívánok önnek, kiterjedt családnak, és örülök még egyszer, hogy eltesz. Boldog új évet kívánok. Köszönöm szépen. Jó egészséget, és közben...